sziasztok! Ebben a videóban az olvasatlan könyveimet fogom nektek megmutatni. Gondolkodtam azon, hogy így a polc mellett állva mutogassam meg nektek, de ahhoz át kéne rendeznem a szobát, ugyanis itt van ez a kanapé, ami technikai okok miatt lett átrakva ide. De ehhez most nem volt lelki erőm, úgyhogy idehozom a könyvet, és a szokásos módon fogom nektek felmutatni. Többször említettem már, hogy jelenleg a célom az olvasatlan könyveim lenullázása, tehát, hogy elolvassam az itt lévő olvasatlan könyveimet, illetve hatalmas szelektálásba kezdtem, ez tavaly körülbelül évelején történt, akkor rengeteg könyvet eladtam, és hát azóta is így néha ránézek a könyvespolcra, és akkor úgy érzem, hogy na, ez nem érdekel, és akkor azt is eladom, vagy hát próbálkozok eladni, és hát közben rengeteget el is olvasok, úgyhogy úgy áll jelenleg a helyzet, hogy 29 olvasatlan könyvem van itthon, amit bizonyos szempontból soknak érzek, de ahhoz képest, hogy ez tavaly évelején szinte a háromszorosa volt, szerintem nagyon jól állok. Igen, rengeteg könyvet el is olvastam, illetve nagyon sokat eladtam, és egyébként az én lelkem nagyon megkönnyebbült, hogy ezektől a könyvektől megszabadultam. Egyrészt olyan helyre kerülnek, ahol tényleg el fogják őket olvasni, másrészt mostanában nagyon érzem azt, hogy negatívan hat az olvasásomra az, hogy vagyis hát most már nem, de hogy tavaly nagyon azt éreztem, hogy próbáltam lecsökkenteni az olvasatlan könyveim számát, viszont akkor talán érdekelt a könyv, amikor megvettem, most már nem, és ez így negatívan hatott az olvasmány élményemre. Most tényleg próbálom azt csinálni, hogy amiről tudom, hogy nem érdekel, azt inkább megpróbálom eladni, mert szeretnék tényleg olyan könyveket olvasni, amik érdekelnek, de azt hiszem már nagyon-nagyon sokat magyaráztam nektek ahhoz képest, hogy elméletileg a videóban az olvasatlan könyveimet mutatom meg nektek, úgyhogy bele is kezdek. Konkrét sorrend nincs, majom van egy polcom, amin ott vannak az olvasatlan könyveim, és ott, amilyen sorrendben rajta vannak, olyan sorrendben fogom nektek is megmutatni. Az első könyv az az Omladozó királyság, amivel picit bajban vagyok, mert nem lett kedvencem a sorozat, viszont beszereztem már az összes részt, és ez az egyetlen, amit nem olvastam még el, és hát tavaly olvastam a negyedik részt, ami őszintén szólva nem volt borzalmasan szörnyű, nem mondom, hogy nagyon tetszett, de tök rossz sem volt. Ez egy olyan könyv, ami ha nem lenne a polcomon, akkor tuti nem olvasnám el, így viszont egyszer elfogom. A következő kötet az a Tolvaj lánya, ami a Királyforrás sorozat második része. Amikor olvastam az első részt, akkor az nekem nagyon-nagyon tetszett, és ezért be is szereztem egyből a második részt, viszont akkor nem kezdtem el olvasni. Most így utólag nem mondom, hogy nem tetszett a könyv, meg összességében pozitív olvasmány élmény maradt, mert hogy tényleg szerettem azt a könyvet, viszont annyira nem maradt meg nagy élményként, hogy ezért kapkodjak, hogy végre olvashassam. A következő könyv a borítója miatt keltette föl az érdeklődésemet, viszont elolvastam a főszöveget, és úgy éreztem, hogy igen, ez a könyv nekem kell, és ez nem más, mint az Egy év veled. Viszont azóta úgy érzem, hogy nem, nekem ez a könyv nagyon nem kell, és nem tudom nektek megmondani, hogy miért. Egyszerűen még csak bele se kezdtem, de valamiért nagyon negatívan gondolok erre a könyvre, úgyhogy próbálom eladni, de egyelőre senkinek nem kell. Úgyhogy, ha valaki olvasta, és szerette, akkor írjon nekem egy csomó pozitív dolgot erről a könyvről a kommentben, és akkor győzzetek meg, hogy ez a könyv jó, és hogy el akarjam olvasni, és akkor megpróbálkozok vele, bár ha nem veszi meg senki, akkor el fogom ezt olvasni, de jelenleg valamiért nagyon negatívan gondolok erre a könyvre. Itt van a polcomon az Örökkön örökké, ami a Cinder és Ella sorozat második része, és ezt még emlékszem, hogy egyszer egy egyetemi vizsga után vettem meg, mármint, hogy
letudtam az összes vizsgámat, és akkor bementem a könyvesboltba, hogy na, valamit veszek magamnak. És mivel nagyon szerettem az első részt, azért gondoltam, hogy ez jó lesz. Viszont aztán olvastam még egy-két LOL könyvet, amik nem tetszettek, mert úgy éreztem, hogy már kinőttem belőlük, és már nagyon rég volt ez az első rész is, úgyhogy tudom, hogy tetszett, de annyira nem vagyok kíváncsi rá, hogy most nagyon olvasni akarjam, úgyhogy dilemmázok, hogy megpróbáljam eladni, vagy megpróbáljam elolvasni, de majdnem 500 oldal, úgyhogy nehéz kérdés. Na hát az a helyzet, hogy lemerült a kamerám, és eltelt jó pár óra, úgyhogy ha érzékeltek némi változást az előző képhez képest, az ezért van, de folytatom a könyvek mutogatását. A következő két könyvvel hadilábon állok, ugyanis érdekelnek, de valahogy mégsem. És hát az egyik ilyen, az az egy csipetnyi varázslat, amit egy Lira raktárvásáron szereztem be. Ez egyébként egy 310 oldalas kötet, úgyhogy nem lenne olyan hosszú. Ráadásul nagyon tetszik a borítója, úgyhogy igazából érdekel, de közben valahogy mégis tartok tőle, hogy nem lenne annyira pozitív élmény, de ezzel majd megpróbálkozok hamarosan. A másik kötet pedig az Elveszettek szigete, amiről egyre több negatívumot hallok, és hát természetesen ez nem segít abban, hogy meghozza a kedvemet az olvasáshoz. Felraktam a könyvet az eladó könyveim közé, ha megveszik, megveszik, ha nem, akkor el fogom olvasni. A következő könyv a Médák, aminek nagyon tetszett a másik két része, amit elolvastam, és szintén itt vannak a polcomon, de valamiért nagyon félek ettől a könyvtől, és egyébként ugyanígy voltam az előző résszel is, a Gyomlálóval, hogy az első rész nagyon tetszett, és amikor az megjelent, akkor mindenképp szerettem volna elolvasni, de valamiért tartottam tőle, és aztán nagyon pozitív csalódás lett, még jobban tetszett, mint az első rész. Már megint valamiért félek ettől a könyvtől, ráadásul azért ez egy picit nehezebb hangvételű, mint a kis romantikus könyvek, amiket mostanában olvasok, és úgy érzem, hogy ehhez nagyobb lélegzetet kell vegyek, hogy ebbe kezdjek bele, úgyhogy ez várakozik a megfelelő időre, de bizonyos szinten remélem, hogy hamarosan elolvasom, mert egyébként nagyon-nagyon érdekel, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben a részben mi van. Aztán itt van a Hogyan legyél tökéletes anya, sehogy legyél elég jó, ami szintén nagyon érdekel, hogy miket ír le bennem, milyen tanácsokat ad, viszont valahogy amikor a könyveket keresgélem a polcon, akkor inkább regényekhez fordulok, és emiatt nem került még elolvasásra, de ez is nagyon érdekel. Hát aztán itt van egy fél tégla, a Föld és férháza, ami pontosan azért nem került még elolvasásra, mert ez egy irdatlanul hosszú könyv, és mivel mostanában nincs annyi időm olvasni, ezért inkább a rövidebb könyveket választom, mert ott nagyobb sikerélményem van, és hát ez nagyon-nagyon várat magára, mert egyébként érdekel, de annyira vastag, nézzétek meg. Nagyon durva. Aztán hozok még pár ilyen féltéglát, amiket így egyszerre mutatok meg. Ez hivatalosan 3 könyv, egyébként 4, majd mindjárt meglátjátok. Ezek pedig az Üvegtrón sorozat 4 része, és hát itt van, megmutatom külön is, a Hajnaltornya, ő a következő, amit még nem olvastam el. És hát a befejező kötet, a Felperzselt királyság, ami megvan nekem így mindkét borítóval. Egyébként ez egy könyvnek számít, de én biztos olyan is külön fogom jelölni, mert hát egy-kettő, meg hát ugyebár két különböző borítóval van meg, tehát hogy na, biztos külön fogom. Ja, és a negyedik, mert ez is hozzá tartozik, csak ezt én magamban egy pillanatra elfelejtettem, szóval itt van az Orgyilkos pengéje is. Elég vaskos kötetek. És hát ez tart vissza. Ezután itt van az Éjistennő, amivel nagyon nagy bajban vagyok, mert ez egy elég vékonyka kötet, tehát ha rászánnám magam, akkor viszonylag gyorsan elolvashatnám. És ugyebár ez egy másik könyvnek a folytatása, azt talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt olvastam el, és
Hát nem mondom, hogy nem tetszett, de azért annyira mégse, szóval, hogy olyan kettős érzésem van már az első résszel kapcsolatban is, és pont emiatt tűnődök, hogy akarom én ezt. A következő kötet szintén azért nem került még elolvasásra, mert nagyon-nagyon vaskos, és ami megrémiszt az az, hogy tudom, hogy a következő kötetek még vaskosabbak, és hát ha ezt tetszik, nyilván azokat is el akarom majd olvasni, de ez magával vonja azt, hogy irtatlanul hatalmas könyveket kell olvassak, de ez nem más, mint a sóvárgás. Nagyon érdekel ez a könyv, nagyon kíváncsi vagyok rá, valamikor rá kell szánnom magam, és bele kell kezdjek. Megint egyszerre mutatok nektek két könyvet, és ez pedig Lenner Laura két könyve, a Hullócsillag és a Szent Johanna Gimi harmadik része. Ezek a könyvek nekem újraolvasások lesznek. Ezeket azért halogatom nagyon, mert úgy érzem, hogyha elkezdem újraolvasni őket, hát az SZJG-ből már két részt újraolvastam, ugyebár meg a Hullócsillag, mármint a Bexi sorozatból is az első részt, de hogy szeretném inkább egy húzamban majd ledarálni őket, amihez meg akarom venni majd a következő köteteket, amit nem akarok addig, amíg van itthon olvasatlan könyvem, úgyhogy ez egy ilyen ördögi kör. Úgyhogy ezeket halogatom, hogy valószínűleg már, ha nem nagyon lesz itthon olvasatlan könyvem, akkor fogom ezeket elolvasni. Másrészt viszont tök szívesen olvasnám őket most, úgyhogy ez tényleg egy ilyen kis ördögi kör. Majd meglátjuk, lehet, hogy előbb kézbe fognak kerülni ezek. Aztán itt van a Villámlás nyomában, ami egy Zafír Pöttyös kötet, és be kell valljam, hogy egyébként érdekel a történet, de ahogy egyre jobban nézegetem a borítót, a Mad Max jut róla eszembe, legalábbis a legújabb része, legújabb, nem tudom hány éve jelent meg, ami bevallom nektek, hogy borzalmasan nem tetszett. És azért az ember, ha már valami ilyesmire asszociál, akkor nyilván az nem túl pozitív. És hát emiatt egy kicsit félek a könyvtől, nem tudom. De egyébként érdekel, és ezt is sorra szeretném majd keríteni valamikor. A következő könyv az a Vérből és Hamuból, ami hát igen, szintén nagyon vaskos kötet, és emiatt nem kezdtem még el olvasni. Pedig egyébként nagyon érdekel, és amúgy nagyon-nagyon tetszik a borítója is, bár őszintén úgy azt kell mondjam, hogy semmi extra, de valahogy mégis különleges. Úgyhogy nagyon érdekel ez a könyv, de nagy levegőt kell vegyek, hogy ennek neki kezdjek. Itt van a polcomon a Barcelona Barcelona, amit az egyik barátnőmtől kaptam, ugyanis az egyik kedvenc írónője írta, és én még nem olvastam tőle semmit. Igazából érdekel ez a történet, már azelőtt is néztem, hogy megkaptam volna. Valamiért nem ezt szoktam levenni a polcról, de hamarosan ez is sorra fog kerülni. A Nézd az ég felé egy Rubin Pöttyös kötet, ami itt van a polcomon, talán tavaly évvége óta. Ez is nagyon érdekel, de valahogy mostanában találtam olyat a polcomon, ami jobban érdekelt, ezért nem kezdtem még bele, de ezt is mindenképp szeretném elolvasni, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Lehetséges, hogy őt áprilisban el fogom olvasni, de legkésőbb májusban szeretném. A következő könyv a Kaptár trilógia harmadik kötete, méghozzá a Pusztulás, ami egy Zafír Pöttyös kötet. Nagyon érdekel ez a történet, nagyon szerettem az első két részt is, nem is egy hosszú könyv, 280 oldal körül van, még annyi sincs, 274. Azért rendeltem meg ezt a könyvet, mert keresztlányomnak vettem egy könyvet, és két könyvtől volt ingyenes a szállítás, úgyhogy magamnak is választottam valamit, de hogy nem kimondottan csak ezért, mert amúgy is érdekel, csak hogyha nem vettem volna akkor keresztlányomnak sem könyvet, akkor szerintem még nem lenne itt a polcomon, hanem tényleg csak akkor vettem volna meg, amikor erre kerül a sor, de szerintem ez is hamarosan sorra fog kerülni. Ezután következik a Vampír Akadémia, aminek imádom a színvilágát, nézzétek meg a hátulja is milyen szép. Na hát ezt már majdnem elkezdtem olvasni, sőt januárban el is akartam olvasni,
vagy februárban, nem tudom, januárban vagy februárban mondtam azt, hogy na most el fogom olvasni, ez lesz a következő könyv. Csak aztán a Ketés Bonz sorozatot olvastam, és annak több részét is, és attól egy kicsit besokaltam. És mivel az is vámpíros történet, ezért úgy éreztem, hogy jobb, ha egy kicsit szüneteltetem most a vámpírokat, így ez is szüneteltetve lett, viszont most már kezdem úgy érezni, hogy jöhetnek újra a vámpírok. Úgyhogy nem kizárt, hogy ez is hamarosan sorra fog kerülni. Most ilyenkor olyan jót röhögök magamba, mert ez nem tudom hányadik könyv, amire azt mondom, hogy hamarosan ez is sorra fog kerülni, és így... Jó, oké, persze, akkor most leülnék, és nem állnék fel egy hónapig, és akkor hamarosan sorra kerül tényleg minden könyv, amit elmondtam. De a lényeg, hogy szerintem értitek, hogy ezt szeretném elolvasni minél előbb. Ezután következik a Titokzatos Benedikt Társaság, amiről bevallom, semmit nem tudok, és kíváncsi vagyok nagyon a könyvre, ami egy kicsit megrémiszt, hogy 450 oldal környékén van, ami nekem már egy ilyen lélektani határ, hogy ez már egy picit úgy hosszabbnak számít, viszont azért rémiszt meg, mert nem tudom, mire számítsak, és ilyenkor azért nehezebben veszek kézbe egy könyvet, amikor nem tudom, hogy mit is várjak tőle, de érdekel tényleg. Úgyhogy összességében semmi negatív értésem nincs a könyvvel kapcsolatban, meg tényleg mindenképp szeretném elolvasni, csak rá kell vennem magam, hogy ez legyen a következő. Vagyis hát most nem most, hanem majd egyszer rá kell vennem magam, hogy elolvassam. Következő két könyvet szintén egyben mutatom meg, ami a Játszma és a Kihívás, és hát Elle Kennedy az egyik kedvenc írónőm, úgyhogy szerintem nem lepődtök meg, hogy ezek itt vannak. Szoktam mondani, hogy nem szerettem azokat a borítókat, amin félmeztelen csávók vannak, mert hogy így nem ad semmi plusz jelentést számomra, vagy hogy így nem tesz hozzá a könyvhöz semmit, meg bármelyik könyvre lehet egy félmeztelen csávót rakni, de hogy így ezek a borítók nagyon nem tetszenek. Nem tudom, írjátok meg ti, hogy vagytok vele, de hogy így nagyon nem vagyok kibékülve a borítókkal. Ettől függetlenül én szinte biztosra veszem, hogy ezek a könyvek nagyon-nagyon fognak nekem tetszeni. Nem is emlékszem, mikor került ide hozzám. Most megnézem, mert kíváncsi lettem. Szülinapomra kaptam ajándékutalványt, és abból vettem meg ezt a könyvet, úgyhogy ez december óta van itt a polcomon. Igazából csak az az oka, hogy nem ezt olvastam, hogy mást vettem a polcról, mert egyébként nagyon érdekel. Ezt a könyvet pedig nemrég cseréltem egy másik könyvre. A Szívvel a falnak című könyv volt itt a polcomon, amit mondtam, hogy nagyon úgy érzek, hogy nem szeretném elolvasni. És hát földobta a moly, hogy eladó ez a könyv, és ott megláttam, hogy lehet cserélni is, és megnéztem, hogy mik vannak az illető kívánság listáján, és megláttam, hogy ott van az a könyv, és úgy éreztem, hogy ez a sors keze, mert hogy ez a könyv nagyon érdekel, az meg nem, úgyhogy így került hozzám ez a könyv, és hát nyilván először a másikat fogom elolvasni, aztán őt, de remélem, hogy idén sor kerül ezekre igazából, tényleg remélem, hogy idén az összes olvasatlan könyvemre sor kerül, az nekem nagyon nagy öröm lenne, és hát, jaj, majdnem mondtam, hogy idén még nem vettem egy könyvet se, hát ilyen értelemben nem, de azért került hozzám 6 új könyv, úgyhogy végül is ez tök ugyanolyan, mintha vettem volna, mert hogy lett új könyvem. Az egyik ilyen könyv, amit egy nyereményjátékon nyertem, az a Mágikus Muzsikus, aminek az első két részét olvastam, és egyébként ez is érdekel, aranyos történet, valamikor sorra fog kerülni. Az tény, hogy vannak olyan könyvek, amik jobban érdekelnek, de erre is kíváncsi vagyok, úgyhogy ő is itt van. És amúgy szerintem tök jó a borítója, mint a másik két résznek is. Nekem nagyon tetszik. Itt van még nálam a Szétszakítva. A borítója annyira nem tetszik. Bár szerintem az első rész borítója se egy nagy szám, viszont
Nagyon tetszett az a könyv, és nagyon örülök, hogy ez itt van a polcomon. Időt kell rá szakítani, bár ez viszonylag egy új könyv, azt hiszem februárban érkezett hozzám, úgyhogy igazából az az ok, hogy nem olvastam, hogy még nincs itt régóta, és nem került a kezeim közé, de jó, oké, hamarosan el fogom olvasni. Mint az elmúlt 20 könyvet is. Na igen, szóval értitek. Amit viszont tényleg szeretnék minél előbb elolvasni, az a Lelkitárs egyenlet. Erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Egyrészt nagyon szép a könyv, még az elfestése is gyönyörű. Nekem a borító is tetszik, és egyébként élőben sokkal jobban tetszik a borító, mint így kamerán, meg képen keresztül. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, nagyon remélem, hogy tetszeni fog, és hát őt tényleg jó lenne olvasni, mondjuk áprilisban. Igen, ő egyébként egy áprilisi terv, hogy őt elolvassam. Azért pillantgatok oldalra, mert nézem, hogy még melyik áprilisi terv. Hagyjuk, ez biztosan áprilisi terv, az nem biztos, hogy össze is fog jönni, de tervnek biztos, hogy terv. Hozom az utolsó olvasatlan könyvemet, ami a polcomon van. Ezt igaz, már elkezdtem olvasni. Ez nem más, mint a Jégvarázs 365 mese. A februári hónapot már végigolvastam, meg a január is, mert hogy ugyebár ebben 365 mese van, az év minden napjára egy, a januári és a februári mesék már el lettek olvasva, most következik a márciusi. Nem sorban, mármint hogy sorban haladok vele, de nem napi egyet olvasok, hanem amikor a kezembe veszem, akkor elolvasok, amennyihez épp kedvem van. És hát nagyon cuki ez a könyv, kicsit tartottam tőle, de egyelőre nagyon tetszik. Nem merem kijelenteni, hogy végig tetszeni fog, bár nem hiszem, hogy olyan nagy fordulat lenne benne, hogy ne tetszen, de eddig nagyon-nagyon örülök, hogy itt van. Úgyhogy ő az utolsó olvasatlan könyvem, de őt már elkezdtem. Hát ezek lettek volna az én olvasatlan könyveim. Próbáltam nem túl sokat beszélni róluk, mert ez így, hát 29-30 könyv, attól függ, hogy a Felperzselt Királyságot azt egy vagy két kötetnek számítjuk, úgyhogy nem vészes. Igazából most, ahogy így beszéltem a könyvekről, talán 3 vagy 4 olyan könyv van, amit nem bánnék, ha nem lenne itt a polcomon, de igazából annyira nem is baj, hogy itt vannak. Majd meglátjuk, hogy olvasás után, hogy fogom őket értékelni. És hát, ha van kedvetek, akkor írjátok meg nekem kommentben, hogy ezek közül a könyvek közül melyik hogy tetszett nektek. Ha lehet, most inkább csak pozitívakat írjatok, hogy biztassatok engem a könyvek elolvasására. Természetesen a negatív véleményeket is meghallgatom, lehet, hogy az is segít abban, hogy úgy döntsek, hogy mégse akarom elolvasni, vagy esetleg a te negatív véleményed inspirál arra, hogy én elolvassam. Bármi lehetséges. A lényeg, hogy ennyi lett volna már ez a videó. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Találkozunk a következőben is. Sziasztok!